Húsvét alkalmából itt Újszent Margitán egy helyi specialitást fogunk készíteni, egy árpa kása leves, amivel azért mindenféle húsos finomság is kerül majd, és az árpa kását, azaz a gerslit már be is áztattuk, de itt van velem két segítőnk, Marika és Margó. Milyen ez a leves, mivel fog ez igazán indulni? Mitől lesz igazán húsvéti eledel ez? Ez azért húsvéti eledel, hogy húsvétkor, mikor megmaradnak a jó sódarból a füstölt sonka, tarja, és akkor azt fel tudják használni, mert ugye mindenkinek van otthon egy kis zöldségféle, ami még belekerül ebbe a levesbe, ez egy rántásos leves, és akkor úgyhogy azért húsvét, hogy a húsvéti sonka van benne felhasználva, és Újra hasznosítjuk, meg egy kicsit közömbösítjük egy kis zöldségekkel, hogy mégis ne legyen olyan a sok zsíros ennivaló után. Igen, hát azért húsvétkor az ember jól el tudja csapni a gyomrát is, de itt az árpa kását azt már előző nap akkor be kellett áztatni, mert legalább igen, egy pár órával előtte, este. És akkor ez gyakorlatilag gerzsalámi. Árpa gyöngy, igen, ezen a néven is szokott futni. Oké. A beáztatott árpa gyöngyöt hideg vízbe tesszük fel főni. Ezután jöhet a zöldségek felaprítása, vagyis a burgonya, a sárgarépa, a petrezselyemgyökér, a zeller és a karalábé apró kockára vágása. Egy óra elteltével annyira megpuhult a gerslink, hogy hozzáadhatjuk a zöldségeket. Jó, és akkor most jön majd a... lehet a vöröshagymát egészbe, a paprikát, meg a fokhagymát. Jó, akkor ezt így csak így belerakjam? Hopp, már ázik. Ezt is csak így egyben? Igen. Ezt meg csak így szépen megfogod és belesöpröd. Jó. Az egész nem menjen bele. Csak az aprított. Jó, hát akkor ezt itt hozzárakom még ezt nyugodtan is. Belefér. Amikor már az összes zöldség belekerült, jöhetnek a fűszerek. A só, a bors és a delikát arányát ízlés szerint határozzuk meg. És akkor ezt minden húsvétkor szokták ezt a levest készíteni? Van olyan család, ahol mindenhol még csinálják, hát nem mindenhol évben ez a... Eltelt egy újabb fél óra, és most már a zöldségeink is megpuhultak, meg hát most már az árpakásánk is valószínű, hogy jó, azért egy kicsit kóstolgattunk itt közben. Szóval akkor gondolom most jön a főszereplőnk, a sonka, amit már azért felaprítottunk. Ezt a sonkát mennyi ideig kellett előfőzni? Ez másfél óra hossza volt. Aha, tehát másfél óra, a levét nem is használjuk, azt már valószínű, hogy valami másra elhasználja ilyenkor fővés közben az ember. Úgyhogy gyakorlatilag ezt a sonkát, ezt a főt sonkát, akkor most belerakjuk ebbe a levesbe. Belerakjuk, igen. Jó, itt a burgonya is, az is vele megy? Most nem megyen egyszerre, mert ez hópehely burgonya, és ennek kevesebb a főzési ideje. Ha deziré lenne, akkor beletennénk, de most egy kicsit később tesszük bele. Rászámolunk egy jó 5-10 percet, és akkor megy a krumpli is hozzá. 10 percet legalább. Jó, hát akkor rakjuk is bele, és akkor gyakorlatilag már lassan a végéhez közeledünk. Egy 10 perc múlva jövünk a krumplival, legalább 10 perc. Miközben fő a levesünk, elkészítjük a rántást. A zsiradékot felhevítjük, hozzáadjuk a lisztet, és folyamatos kevergetés mellett aranybarnára pirítjuk. Levesszük a tűzről, és piros paprikát adunk hozzá. Felöntjük vízzel, és csomómentesre keverjük. A burgonya hozzáadása után a rántást folyamatos kevergetés mellett öntjük a levesünkbe. Ahogy megfő a burgonya, kész is a levesünk, tálalhatunk. Elkészült az árpakása leves, és hát itt húsvét alkalmából akkor meg is kóstoljuk, és egy picit hagytuk már hűlni, hogy azért legyen lehetőség arra, hogy meg lehessen kóstolni. Hát a színe az jó, az állaga is jónak tűnik, bízunk benne, hogy az íze is az. Most először nézzük a zöldségekkel. Nagyon jó! Hát köszönöm szépen a segítséget, meg azt, hogy megmutatták ezt a receptet nekünk. Bízom benne, hogy önöknek is ízlik majd, hogyha elkészítik otthon az Újszent Margitai módra készített levest. A
A műsor a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. Proiectul a fost implementat prin programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria și România.